F. Kovács Sándor városunk és térségünk országgyűlési képviselő az előzőekben meggyújtotta a második gyertyát. Nagyon sokan voltak itt, akik várták ezt a gyertyagyújtást. Önnek mit jelentett ez a mai nap? Igen, nagy öröm, nagyon sok gyermekes család van, én és a fiaimmal érkeztem ide a Dériné elé, és nagyon öröm, és látszik az, hogy az advent, a karácsony, a családok, a gyermekek, a szülőknek, és mindannyiunk ünnepe. Ilyenkor egy kicsit magunkba fordulunk, egy kicsit befelé nézünk, elhagyjuk azokat a gondokat, azokat a problémákat, amiket egész évben magunkra veszünk, és ilyenkor egymásra figyelünk, a családra, szülőkre, nagyszülőkre, gyermekekre és unokákra. Én azt gondolom, hogy ez az időpont, az advent és a karácsony időpontja, a lelki béke, a nyugalom időpontja, és mindenképpen, hogy a szeretetről szól. Igen, itt mögöttünk fotózkodnak nagyon sokan ezzel a szánnal, de odabent nagyon sokan sütöttek nagyszülőkkel, az unokák is mézes kalácsot, ez is hozzátartozik a mai ünnephez. Így van, hiszen ha visszaemlékszünk a mi gyerekkorunkra, ez egy csodálatos időszak volt. Egy csodálatos álom, egy legszebb része az évnek, és ezt akarjuk továbbadni a gyerekeknek, unokáknak, hogy ők is érezzék azt, hogy milyen csodálatos a karácsony, az adventi időszak, és nem csak az ajándékozásról, hanem a közös vacsorákról, a közös ebédekről, az összejövetelekről szól. Én azt gondolom, hogy aki itt van, és aki nem is tud itt lenni, az átérzi ennek az ünnepnek a csodáját, a csodálatos adventet, a csodálatos karácsonyt. És hát beszéljünk azért egy kicsit a Mikulásról is, hiszen a mai nap ezért is fontos. Nagyon sokan várták, hogy megérkezzen városunkba a nagyszakállú. Így van, én már találkoztam, amikor lovas kocsival Karcagon jár körbe a Mikulás. Mindenhol az utcákon várták gyerekek, szülőkkel, nagyszülőkkel. Én azt gondolom, hogy egy csoda ez az egész, egy öröm, egy ünnep, és hát nagyon vártuk mi is a Mikulás, és hát nagyon vártuk gyerekkorunkban is, és ugyanúgy várjuk, amikor a Mikulások, a Jézuskák, mi vagyunk szülők, nagyszülők, és ugyanolyan örömet tudunk okozni a gyermekeknek, remélem, mint amilyenek örömet nekünk okoztak szüleink, nagyszüleink, akár 20, 30, 40 vagy 50 esztendővel ezelőtt. Tehát a szeretet, az öröm okozás az mindenképpen örök, és ez meg fog maradni mindörökké. És hát a karcagi gyerekek nagyon jók voltak, hiszen virgácsot nem hozott a Mikulás senkinek. Így van, úgy tudjuk, úgy emlékszünk, mint ahogy úgy emlékszünk arra, hogy mi is mindig nagyon jók voltunk, és azt gondolom, hogy a gyerekek is, a mostani gyerekek is nagyon jók, tehát a kicsi csizmákba, a kicsi cipőkbe, bakancsokba nagyon sok csokoládé, nagyon sok édesség, nagyon sok kedvesség lesz. És karácsonykor pedig, hát most már énekelgetnek is, már én hallom itt a háttérben, és karácsonykor pedig nagyon sok ajándék és nagyon sok szeretet. Köszönjük szépen! Én is köszönöm!